Donát születés, akkor emlékszem, hogy eleinte úgy jelentez meg, hogy biztosan valami bűnt követtünk el, és azért van nekünk beteg gyerekünk, és mély lelki válság volt ez nekünk, hogy vajon Isten így akar valamit megmutatni nekünk, és hosszú folyamat volt, ami itt elindult, hogy mi legyen akkor most, hogy keressünk valami gyógyulást, vagy menjünk valami különleges természetgyógyászok felé, vagy szóval fölmerült az is, hogy hát orvosi műhiba volt, hogy pereskedjünk, és akkor azt mondtam, hogy semmiképpen nem akarok pereskedni, hanem Istentől kérek békességet, és kaptunk békességet a Donáttal kapcsolatosan, és emlékszem, hogy egyik reggel mentem a munkahelyemre, és imádkoztam a vonaton, és kinéztem az ablakon, láttam a gyerekeket, ahogy szaladgáltak, és hát fölmerült bennem a kérdés, hogy Istenem, hát miért pont az én fiam, miért ő beteg, és akkor olyan döbbenetes, hogy Isten olyan egyszerűen válaszolt, hogy és miért pont az én fiam, hogy miért Jézusnak kellett meghalni, és akkor szóval ez úgy érdekes volt, mert emlékszem, nagyon sírtam, de megértettem, hogy ez egy kegyelem, hogy Donát van. Donát 9 hónapra született, pontosan született. Terhességem alatt se volt semmi problémám, és hát ő 9 hónapig egészséges volt tulajdonképpen. És szülés közben történt az oxigén hiányos állapot, ami agyödémát okozott, utána agyvérzést. És hát ugye egy nap múlva vették észre az orvosok, hogy baj van. Fokozatosan ébredtem rá, hogy mi várható és mi lesz. Először nagyon fájt. Inkább ezt nem is fogtam fel először, csak akkor láttam, hogy milyen szép kis baba, és hogy mennyire erős. Utána nagyon sokat sírt, mindenféle zajra feljött, akkor meg nehezen is aludtam. Lárika, te hogy dolgoztad fel ezt, hogy Donát nem egészséges? Ez így bennem szerintem soha nem volt kérdés. Inkább csak imádkoztam azért, hogy gyógyuljon meg, és hát még most is. Ha nem hallgatja meg Isten, és úgy dönt, hogy nem gyógyul meg. Ezt nehéz elképzelni, de én is úgy gondolom, hogy... Szóval mi mindig szeretni fogjuk, és soha nem lesz az, hogy most már nincs rá szükségünk, vagy ilyesmi. Isten tudja, hogy mit miért csinál, és mit enged meg. Volt-e már úgy, hogy feszültebb hangulat volt a családban, és még Donát is rátett egy lapáttal? Sokszor ő az, aki így felvidítja a családot, hogy egy ilyen hangulatba belenevedgél, vagy ilyesmi, és akkor hát, utána már képtelenek vagyunk feszültnek lenni. Gyöngyike, szoktál vele játszani, Donáttal? Olyanokat szoktunk csinálni, hogy van egy kedvenc maci, azzal szoktunk játszani. Délutántól úgy estig mindig van, aki szórakoztatja, úgyhogy ebben soha nincsen hiány. Én főleg bohóckodni szoktam neki, mert nekem ezt értékeli, azt hiszem a legjobban. Ha bohóckod szeret? Igen. Vagy hogyha ugrálunk együtt, azt szereti. Mert ő ezt egyedül nem tudja megcsinálni. Donátot elég sok helyre hordjuk lovagolni, különböző helyekre, és hogy ez nagy költség, hogy mit fognak elszólni a gyerekek, hogy ők esetleg ezért lemaradnak valamiről. És azt láttam, hogy ez nem probléma. Hogy megértik, hogy minden dolog, ami Donátnak
használ, hogy önálló vagy egy kicsit az ő zárt világa kinyíljon, az számukra is élmény, és hogy jó, hogy Donáttal ezt csináljuk. Nagyon büszke vagyok a szüleimre, hogy megtartották, és hogy vigyáznak rá. Hogyha nem lennének hívők, akkor szerintem biztos, hogy nem maradt volna a családba, hanem intézetbe adták volna, és hát ott korán sem lenne ilyen jó dolga. Még amikor megszületett, nem értettük, nem tudtuk, de aztán Isten kimunkálta bennünk, megláthatta bennünk, hogy az ő élete is egy ajándék a számunkra is, mint szülőknek, és hisszük, hogy a Donát számára is.